I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbe vagyok, és ebben a videóban meg fogjuk nézni a Run Cseburek névre hallgató kocsit, ami a valóságban a Lada lenne. Hát nézzük is a tuningot. Hát ez a kocsi 150 ezer dollárba kerül, és a sport klasszik kategóriába tartozik. Nézzük az első hajtókat. Sovára jobb papír. Fel volt ragasztva. Hát, ezt rakom rá. Gondolom már azt sejtettem is, hogy hátul is van papír. Hát ide jött ez. Hát a lámpák azt nem fogom eltakarni, ezek kellenek azért. Akkor nézzük motoráztatőt. Hát ide legyen zöld. Akkor nézzük a library-t. Ez a csillag az oldalára, részben nem láttam, hogy mi az. Hát van ezt rakom rá. Ezek meg a visszapillantó kerülnek oda előre, de az sem kell. Teljesen jó, ahogy van. Akkor nézzünk neki egy színt. Hát legyen az a tipikus Lada szín, ami a fehér. Habár mondjuk a fehér az nem jó. Mert így nem látszik a library. Hát akkor jön egy fehér lesz. Hát legyen akkor fekete. Így sem is olyan annyira rosszul. Többé legyen sötét zöld. Akkor nézzük a légbeömlőt. És mit rakott a tejére, mert nem biztos, hogy azt. Hát legyen ez a rács, nem tudom mi ez. Hát újjára, nem tudom, hogy kell szerezni. Akkor a kisebb spoiler. Most milyenek vannak ide. Hát maradunk ennél. Akkor jöhet a felni. Valami olyan kellene valami, ami jól is néz ki. Szerintem ez jó lesz. És ezt is full feketében. Na hát ezzel akkor kész is vagyunk.
És akkor indulok is a repülőtérre, és megnézzük, hogy hogyan gyorsul. Na hát akkor itt is volnánk a repülőtérre, és akkor nézzük, hogy hogy gyorsul a Lada. Hát a gyorsulás az nem a legjobb. Ezt a vésebesség az egész jó. És egyre jobban gyorsul. Nézzük kanyart. Hát eléggé csúszkálós kocsi. Összességében ilyen hűlésre vagy ilyesmire arra jó, de ezt versenyre nem én ajánlom. Eléggé csúszkál. Hát ennyi lett volna már ez a videó, ha tetszett akkor lájkold, iratkozz fel vagy kövess mi Twitch-en. Facebook oldalon mindenre ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!